Sziasztok! Ebben a videóban folytatni fogjuk a söprés parancs megismerését, megnézzük az apró fogásokat, hogy mi mindent lehet kihozni ebből az utasításból. Először is rajzoljunk egy sokszöget, egy sík zárt kontúrt, az oldalak száma mondjuk legyen 6, adjuk meg a középpontját, bele vagy köréírt kör, ez most esetünkben mindegy, lehet beleírt, és mondjuk legyen olyan 5 egység a kör sugara. Oké, elkészült a kontúrunk, amit majd végig akarunk egy útvonalon söpöltetni, és most ez az útvonal legyen egy ív. Három ponttal adjuk meg, ugye ez az egyik leggyakoribb mód ívek megadására. Oké, minden megvan, hogy futtassuk a söprés utasítást, ráklikkelünk, Kijelöljük a kontúrt, az objektumot a söpréshez. Enterrel lezárom a kijelölést, ugye ez eddig ismétlés volt, és akkor most jön az újdonság, megnézzük a csavarás opciót. Kiválasztom a parancsolba a csavarást, és itt meg fogjuk adni azt az elfordulási szöget, amivel a kontúrt el fogja csavarni az autóked, miközben végig söpör az útvonalon az objektummal no, ez könnyen megmutatni, mint elmondani, legyen az elforgatási szög 180 fok, enter, adjuk meg a söprési útvonalat, és már is látható, hogy miről volt szó, ugye szépen látjuk, most az öngemből visszamegyek, árnyalt élekre, hogy a nem simán végigtorta az útvonalon, hanem 180 fokkal elcsavarta. És egy ilyen nagyon érdekes alakzatot, csavart formát lehet a segítségével létrehozni. Amit még láthatunk, hogy eltűnt a sokszögünk, ami nem mindig szerencsés szerkesztéskor. Vonjuk tehát vissza a lépéseket, és adjuk ki a del ob rendszerváltozót ugye itt látható, és ennek legyen az értéke 0. Most újra söpörjünk, megadjuk a sokszöget, space csavarás legyen mondjuk most 90 fok, ráklikkelünk, és szépen elcsavarta a kontúrt 90 fokkal, ez ugye már nem annyira látványos, viszont a lényeg, amit most megtanultunk, hogy megmaradt az objektumunk a művelet után. Nagyon jó. Akkor vonjuk megint vissza, jöjjön a következő, ö, következő funkció. Söprés, kontúr space, lezárjuk, és jön a lépték. Ráklikkelünk a lépték opcióra, és itt meg kell adnunk a lépték tényezőt. Na most ugye ez alapból egy, azaz az útvonal elején és a végén a kontúr egyen lesz beszorozva, tehát nem változik meg a mérete. Mi viszont most azt szeretnénk, hogy az útvonal végén kisebb legyen, fele legyen mondjuk a kontúr objektumunk, mint az útvonal elején. Ehhez bele kell léptünk a hivatkozás, vagy hát igazi nevén az referencia opcióba, klikkeljünk rá, tehát a hivatkozás gombra, és ugye itt vannak a referencia hosszak, a kacsacsőrök között az egy jelzi azt, hogy az elején ugye egyen lesz szorozva, tehát ez nekünk pont elfogadható. A befejező referencia hossz pedig ugye ne egy legyen, hanem kettő. Ugye minél nagyobb számot adunk itt meg, annál kisebb lesz a végén az objektum. Legyen kettő, oké? Okay. Ezután ráklikkelünk a az és szépen láthatjuk, hogy az elején még egyel van szorozva a kontúr objektumunk, míg a végénél már ugye csak a fele látható az eredeti méretnek. Kicsit körbeforgatom, hogy jól lássuk, mit hoztunk létre. Jó, na és akkor most, ha visszavontuk a lépéseket, a kettő funkciót kombináljuk. Söprés, megadjuk a sokszöget, jöjjön a csavarás, mondjuk legyen 210 fok, jöjjön a lépték, bemegyünk a hivatkozásba, az elején ugye akkor 1, a végénél meg legyen két és fél, ráklikkelünk, ugye ahova klikkelünk, az lesz mindig az eleje a vonalnak, és oda az egyes léptétényezőt fogjuk kapni, és így lesz itt a két és feles alkalmazva, ha pedig fordítva klikkelnénk, akkor pedig fordítva értelmezni az értékeket, az autóket. Tehát klikkelek, és tadám, szépen megrajzoltam egy csavart alakzatot, úgy, hogy folyamatosan, ugye lineárisan az útvonal mentén eléri azt a lépték tényezőt, amit a befejező pontnál elvárunk, tehát egy kisebb alakzatot kapunk, mint amivel indultunk. Láthatjuk, hogy nagyon könnyen, nagyon érde érdekes és összetett formát tudunk létrehozni a söprés segítségével. Jó. Na, és akkor még, ami kimaradt, hogy tehát ami még kimaradt a söprés parancsból, az a illesztés, hiszen a bázispontot, a léptéket és a csavarást vettük. Nézzük meg az illesztést. Az illesztésnél ö, alapvetően az igen van beállítva, mert ez biztosítja azt, hogy a objektumot automatikusan a söprésű útvonalra merőlegesen beforgatja az autóket. Ugye ezt tapasztaltuk is, hisz, hiszen egyébként nem jönne létre térbeli test. Mi van akkor, hogyha ez nem? Válasszuk ki, hogy nem. Van-e értelme annak, hogy nem? Mindjárt megnézzük. Tehát megadjuk a söprési útvonalat, és azt a hiba üzenetet kapjuk, hogy a kijelölt objektumok nem söpörhetőek, az útvonal görbe egy síkban van egy érintőleges profil görbe síkjával. Hát ez így is van, az XY síkon van mind a kettő. Mit tudunk tenni? Hát az, hogy ezt nekünk kézzel be kell forgatnunk, elhozom mondjuk ide a kontúr objektumomat, kijelölöm, kiadjuk a forgat 3D utasítást, megadjuk, hogy melyik tengely, az X tengely mentén szeretnénk 90 fokkal elforgatni, Látjuk, hogy most mi most kézzel beforgattuk a söprési útvonalra a profilunkat, a kontúrgörbét, alakzatot, most kiadhatjuk újra a söprést, megadjuk az objektumot, a módnál válaszuk ki azt, hogy szidátestet szeretnénk. Az illesztésnél ugye ne az igen legyen, hanem a nem, hiszen ezért dolgoztunk eddig, nem. És ráklikkelünk az útvonalra, és látható, hogy létrejött a térbeli test. Tehát így is meg tudja csinálni az autóked a söprést, pedig ez a lap, ez a sokszög lap nem volt tisztán merőleges a söprési útvonalra. Most nézzük meg, hogy milyen alazatot kapunk, hogyha ezt rábízzük az autókedre. Jó? Ctrl z visszavonom, söprés kijelölöm, illesztésnél most igen legyen, és ráklikkelek az útvonalra, és látható, hogy ugye beforgatja mezőlegesen a, a kontúr objektumunkat a söprési útvonalra, itt látható a hiba, és szépen létrejön a térbeli test. És akkor így zárásként nézzünk meg mindent összefoglalva, tehát minden opciót használjunk, tehát először kijelöljük a kontúr objektumot, söprés parancsot elindítjuk, ugye legyen egy bázispontunk, a bázispontunk most legyen egy végpontja a sokszögünknek, legyen egy csavarás, ami legyen 180 fok, a lépték pedig ugye 1 és 2, és akkor most szépen klikkelünk, és létrejött egy új ö, térbeli test, ami amúgy hasonlít azokra, amiket eddig hoztunk létre, ha bele kukucskálunk, akkor, és el is mozgatom, mert talán akkor még jobban látszik, akkor látszik, hogy az egyik sarokpontja volt az illesztési pont, ugye a bázispont miatt, ez az előző videóban szerepelt, de bele szerettem volna tenni ebbe a videóba is, ha valaki azt nem látta, akkor lássa, hogy miről van szó. Tehát össze lehet fűzni ezeket az opciókat, és a söpzéssel, nagyon érdekes és összetett testeket tudunk nagyon könnyedén, ha okos, okosan kitaláljuk, létrehozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem! Folytatjuk a 3 alapok bemutatását, legyetek velem akkor is itt!